16. nap. Elég nagy lamasztikába kerültünk, ugyanis tegnapi napon majdnem sikerült otthagyni a fogunkat, ahogy jöttünk vissza a bázisra. Teljesen elfáradt a karakterünk, illetve felborítottam sikeresen a kocsinkat. Felmásztam az emeletre, viszont egy olyan problémába ütköztem, hogy a zombik ki tudják ütni a kötelet. Ugye elhelyeztem 2 kötelet, az épület egyik oldalán volt egy, a másik oldalán volt még egy, pont ezért, hogy ne kerüljek ilyen problémába, viszont a zombik sikeresen leütötték mindkettő kötelet. Most jelenleg felragadtunk az emeleten, ugye a lépcsőt kiütöttem, hogy biztonságban legyek, biztonságban is vagyok, viszont most nem tudok lejutni. Úgyhogy szét kell néznem, hogy van-e esetleg lepedő még, hogy egy újabb lepedő kötelet rakjunk lefelé, és hogyha sikerült lejutni, akkor pedig le kell vennem a zombikról a ruhákat, és még több lepedőt kell csinálni, hogy ne kerüljünk többé ilyen problémába. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy le fogunk tudni jutni normális. Max úgy tudok lejutni, hogyha kiugrok, ami ugye meg sérüléssel jár, úgyhogy mindjárt körbenézünk, hogy akad a lepedő, hogy lejussunk. Jó, ahogy nézem, éppen hogy ki fogunk jönni, 2 darab lepedőkötelet találtam az inventorimba. Ugye ahhoz, hogy lepedőkötelet csináljunk, lepedőre van szükségünk, és a rongy az nem elég, még találtam 2 rongyot, viszont nem az kell a magához a recepthez, hanem lepedő kellene, és 6 rongyból tudnánk 1 darab lepedőt csinálni, amivel tudnánk még egy kötelet csinálni. Úgyhogy 2 találtam, és majdnem azt hittem, hogy teljesen reményvesztve van minden, viszont úgy néz ki, hogy a maszkomból tudok csinálni még egy darabot, és nem tudom, hogy 3 elég lesz-e, de megpróbáljuk, úgyhogy ez lesz a terv. Csinálunk a maszkomból egy lepedőkötelet, és akkor ugye elvileg 3 darab van, ha minden igaz. 3 lepedőkötél, így van. Jó, és akkor most talán le tudunk majd ereszkedni. Gyors reggelizünk, és akkor hát nem tudom, hogy elég lesz-e. Ugye egy magasság, egy lepedőkötelet használ fel, és szerintem, ha jól számoltam, pont 3 kell, hogy leérjek, remélem nem 4 darab. Majd mindjárt kiderül. Minden esetre együnk valamit, még mielőtt megindulunk lefelé. Megreggeliztünk, most próbálok kikukucskálni, hogy mi az a hely, ahol biztonságosan le tudunk ereszkedni. Szerintem itt rendben leszünk, úgyhogy megpróbálunk itt mindjárt leereszkedni. Előtte megtöltjük a flaskánkat, meg iszunk egy kis vizet. Lehet, hogy a vizet is lekapcsolták, szuper. Egyre jobb. Minden összeesküdött elledik, jó. Mindegy. Próbáljunk leereszkedni, semmi pánik, nyugalom. Mentőkötél rárakása, jó, legalább ez működik. Na most kérdés az, hogy kiütik-e a zombik, mielőtt leereszkedek, remélhetőleg nem. Jó, raktunk mentőkötelet, és a kalapácsot én ide ledobom a földre, illetve a rongyokat is, meg a szöget, hogy ne nyomja a vállunkat ez a teher, és akkor menjünk, álljunk bosszút a zombikon, mert teljesen megszivattak. Jó, elég nagy problémában vagyunk, tehát se vízünk, se autónk, közben itt látható a tegnapi támadásnak a maradványa, és még be is törik az ablakomat, nézzétek meg. Nagyon csúnyán viselkednek ezek a zombik velünk. Jó, vigyázzunk kell azért, hogy túl sok zombit még mindig nem szabad egyszer felvállalni. Oké, úgy néz ki, hogy most már rendben vagyunk. Még lent van egy pár zombi, ezeket mind el akarom kapni, mert ez így nem jó. És az a baj, hogy egyedül a macsétámra tudok hagyatkozni jelenleg, mivel a kocsi, mint láthatjátok, feje tetejére állt. Ki fogja ezt összetakarítani? Most már tor sincs itt, hogy összetakarítson. Annyira nem áll jól a szénánk jelenleg. Jó, legalább még a lepedőkötelünk megvan, ahogy nézem, ott lent közben néztem, hogy az épület oldalán még mindig ki tudunk mászni, és hogyha ezt a pár zombit még eltakarítom innen, akkor utána viszünk fel még lepedőt, hogy nehogy ne tudjunk visszamenni többet. Viszont még mindig jó sok zombi van, ez nagyon nem jó. Illetve ezeket a zombikat össze kéne rakni egy kupacra is, hogy ne szedjünk össze semmilyen fertőzést tőlük. Még itt ezeket a lentieket elkapom, meg szerintem utána azt a fenti kis csapatot. Ez a macsétám mindjárt eltörik. Még van fent macséta, úgyhogy ha eltörne, akkor még mindig nem esünk kétségbe. A fönti zombik talán békén hagynak, úgyhogy vigyünk fel ruhadarabokat, és akkor próbálunk minél több lepedőt létrehozni. Párat leveszünk, utána el kellene kezdenem összepakolni ezeket a holttesteket egy kupacra. Ez egy elég problémás jelenleg. Pár ruhadarabot összeszedtünk, ezeket felviszem a bázisra. Túloldali ablakon is rakunk le egy kötelet, az a zombi ki ne üsse ezt a rópot, mert ideg bajt kapok, de legyen onnan, jó. Oké, okay, szuper, másszunk fel.
Jön még valaki? Jó, szerintem rendben vagyunk, másszunk fel, és akkor tegyük le ezeket a ruhadarabokat. Nyilván most jött ez, és ez el is pusztítja szerintem a kötelet. Na, ezekből csináljunk lepedő kötelet. Nos, 10 darabot sikerült csinálni egyenlőre, ami 3 lejáratra elég lesz talán. Rakok egyet le idekintre az eredeti helyhez, illetve a másikhoz. Meg szerintem itt kiütem az egyik ilyen padlóelemet, és akkor bentre is rakunk egyet, és akkor most már 3 lesz, talán úgy már rendben leszünk. Ez így most jelenleg eléggé macerás. Úgyhogy ezeket a székeket átrakjuk ide a fal mellé, és akkor utána megpróbáljuk kiütni itt ezt a padlóelemet. És akkor remélhetőleg így most már be vagyunk biztosítva normálisan. Kellene a nagy kalapács, hogy kiüssük ott azt az elemet a földön. Mindjárt megkeressük a nagy kalapácsunkat, és akkor megnézzük, hogy egyáltalán oda tudjuk-e rögzíteni. Nem biztos, hogy így sikerülni fog. Nagy kalapács, jó, egy pillanatra azt hittem már, hogy nincs meg. Fogjuk meg két kézzel, és akkor bontsuk ki ezt az elemet. Most már csak arra figyeljünk, hogy ne törjük ki a nyakunkat, mert ez elég kellemetlen lenne. Ennél több bal szerencse csak nem fog már érni minket. Nézzük csak, rakjuk le ide mondjuk. Ezt átütjük. Reméljük a világ összes zombiát bevonzák ezek a hangok. Oké. Okay. Ezzel megvagyunk, és ezt a kalapácsot lehet lerakom inkább az ágyra, mert úgyis szerintem ez egy olyan eszköz lesz, amit sűrűn fogunk használni. Úgyhogy ide felrakjuk az ágyra, és akkor nézzük meg, hogy le tudunk-e itt ereszkedni esetleg. Mentőkötél rárakása. Na, úgy néz ki, hogy itt le tudunk ereszkedni. Kérdés, hogy hogy fogok? Jó, elbetű. Szuper. Oké, okay, van egy ilyen belső részünk, itt becsukom az ajtót. Akkor van egy escape rész, hogy mászok vissza. Vissza tudok itt mászni egyáltalán? Jó, elbetűvel vissza tudunk mászni, csak kicsit körülményes. Oké, okay, tehát egy rész ott megvan, cseréljünk fegyvert, mert még mindig sok zombi van lent, viszont nekünk a macsétánk már sajnos nem bírja a gyűrődést. Úgyhogy a régi macsétát ezt lerakom ide a székre, és még van egy ugyanolyan rossz állapotban lévő, úgyhogy legyen ez szöges baseball ütő. Ezt úgyis ki akartam próbálni, megnézzük, hogy mit tud. Ugye most ez az egyetlen probléma, hogy jelenleg szúró fegyverekre vagyok idézőjelbe kiképezve, már a macsétával dolgoztam elég sokat, viszont csak 2-es szintű, úgyhogy szerintem nem probléma, hogy baseball ütőzünk egy kicsit. Viszont ennünk kell még mindig. Nem tudom, hogy hogy van még áramom, de vizem miért nincs. Tehát a hűtő az működik, tehát biztos, hogy itt lekapcsolták a vizet. Nézzünk ki gyorsan. Jó, hogy egy fokkal biztonságosabb, hogy van ilyen benti leereszkedő részünk azért, de még mindig nem az igazi. Tehát a maradék zombitól meg kell szabadulni. Az a baseball ütő nagyon súhint azért. Nézzük meg a túloldalt, ott fent kóricál meg egy-két zombiek, lehet, hogy most már nem zaklatnak minket. Itt ezt a lentit akarom elkapni, amelyik kiütötte a kötelinket. És el is szaladt, nézzétek, mekkora játékos. Ide jött, betrolkodott, kiütötte a kötelinket, aztán elszaladt. Hátul van zombi vajon? Négy. Szerintem rendben vagyunk. Jó van, szerezünk még ruhát, és akkor ezt a maradék kötélrendszert építsük ki, mert eléggé most elbizonytalanodtam így, hogy a biztonsági rendszerünket kijátszották. Úgyhogy még csinálunk egy pár lepedő kötelet odafentre. Utána a zombikat szerintem begyűjtöm egy helyre, mert ez most így eléggé fagyfaz, ami itt van. És utána igazából több küldetésünk is lesz a jövőre nézve. Meg kell oldanunk az autó problémát, meg kell oldanunk a vizet, az áramot, illetve azt se ártana, hogyha körbe barikádoznánk magunkat, hogy még egy ilyen támadás ne érjen minket. Oké, okay, még begyűjtjük ezt az utolsó kerek nyakú pulóvert, és akkor utána szerintem a ruhákkal így megleszünk egyenlőre. Úgyhogy másszunk fel, kilógatunk két oldalt köteleket, és utána elkezdjük a holtesteket egy kupacra összepakolni. Be fura eltalálni ezt a felmászó részt. Raftoljunk 14 lepedő kötél, szerintem ezzel el leszünk egy darabig. Jó, egyik oldalt egy kötél, másik oldalra rakunk még egyet. Így, né, és akkor most már van 3 menekülési útvonalunk. Egyelőre ide a lepedő kötelet meg lerakom a földre, kicsit haladnunk kell, mert ránk fog sötétedni. Kirakom a szöget, illetve a kalapácsot ide mellé. Aztán majd rendezzük ezeket a dolgokat. Menjük a holtesteket, pakoljuk egy helyre úgy nagyjából. Még szerintem nem lesz elég időm erre. Megvágtam magam, de ügyes vagyok. Véletlenül átmásztam az ablakon és megvágtam magam. Kezdjük el összepakolni itt a zombikat, mert elég nagy káosz van itt. Ez sikeresen megvágtam az egyik karomat az ablakkal, ahogy átmásztam, reméljük nem fog elfertőződni. Van ott még egy 5 fős zombi csapat, ezeket lehet, hogy el kellene kapni, mondjuk úgy néz ki, hogy nem vettek észre. Még fent mászkál 1-2, igazából ha nem jönnek ide, rendben vagyunk. Csak a köteleimet ne bántsák, az a lényeg. Milyen jól jönne most Thor egy kupaszra rakna őket. Hiányzik Thor. Remélem a Valhallába került, vagy remélem látjuk még egyáltalán. Jó, még a kocsmánban lévő zombikat kéne kipakolni. Még van 1-2. Ezeket megpróbálom ide egy kupaszra rakni, és ha jól tudom, ezeket amúgy fel lehet gyújtani majd. Későbbiekben lehet az is egy projekt lesz. Meg persze a legfontosabb, hogy ezt az autót, ezt talpra állítsuk. Úgyhogy majd megnézem itt a környező épületeket, hát hogyha találunk valami autót. Mert
tudunk vontatni, és akkor ezt az autót, ezt, ha minden igaz, akkor talpra tudjuk még állítani. Ez koszos lett ezt a kötszerem, hogy a zombikat pakolgattam, ez nem biztos, hogy annyira jó ötlet úgy hagyni. Na, még egy vendég érkezett. Csak gyere a zombi kupacra, kérlek. Ne kelljen már pakolgatni. Jajjaj, csak nagyon elfáradtunk. Jó, még ezt az egyet odarakjuk, utána szerintem felmentünk pihenni, mert elfáradtam itt a pakolásásba. Én nagyjából összeraktuk őket, még a kocsma belsejében vannak zombik, amiket össze kell majd szedni. A kötszerünket még szedjük össze, ugye meg vagyunk karcolva, ezt majd mindjárt megpróbáljuk bekötözni, szerintem van még itt cucc, amivel legalább bekötözni be tudjuk magunkat. Alkoholos kendő, még tudok fertőtleníteni is, talán. Jó, a sebet azt ki tudtuk fertőtleníteni, illetve fel tudunk helyezni egy kötést is rá. Úgyhogy szerintem így rendben leszünk. Még a ruháinkat mossuk le. Nem mossuk le a ruháinkat. Ha, igen, elfelejtettem, hogy nincs vízünk. Ez baj, igen, de áramon még van valahogy. De gondolom, hamarosan az se lesz. Igen, áram még működik. Jó, hát a ruhánkat nem tudjuk lemosni, ez probléma. És a maradék vizet arra pazaroltam, hogy lemossam saját magam. Úgyhogy ez most annyira nem jött ki jól. Minden esetre ételünk az van még egyelőre, úgyhogy együnk, utána aludjunk, és akkor a 17. nap az remélhetőleg boldogabban fog telni, mint ez 16. Jó, és vannánk egy vödör szennyezett víz, ezt véletlen felhoztam, de mindegy, lerakjuk ide. Ne kelljen már itt cipekedni, és 21 óra 40 van, szerintem megyünk aludni, mert elfáradtunk. És akkor a holnapi napon találkozunk. Jó éjszakát!